Nem tűnsz elkeseredetnek, és úgy gondolom, hogy ez így van rendjén, hiszen ez a bronzérem nagyon szép bronzérem. Nem is gondolok arra egy pillanat is, hogy ellenni keseredve. Én úgy gondolom, hogy ott vagyok a világon a legjobb három mellúszó között, és hogyha ma megúszom a legjobb időmet, hogy ahhoz közel, akkor most én álltam volna a dobog a legfelső fokán, de a sport az ilyen, tehát ebből azt gondolom, hogy ez számomra egy óriási elégtétel, hogy 2009 óta gyakorlatilag veretlen voltam, és 2015 van most, és most tudtak először legyőzni 200 mellen. Én azt gondolom, ez a sorozat, ez már önmagában egy nagyon nagy teljesítmény volt számomra. Innen kell visszatérnem oda, ahol egyszer már voltam. Azt gondolom, hogyha megúszom a legjobb időmet, 2007 elejével kezdődő idő, vagy 2006-tal, ami azt gondolom egy reális célkitűzés számomra, akkor biztos, hogy a legjobbakkal megint felvetem a versenyt. Nagyon erős volt a kezdés, ez talán nem kedvezett neked, sőt, lehet, hogy egy picit forró fejjel bele is mentél ebbe az erős kezdésbe? Én azt gondolom, hogy egy világbajnoki döntőbe nagyon szerénykedni nem nagyon lehet, tehát el kellett kezdeni mindenképpen a legjobbakkal. Nem nagyon akartam a végére hagyni, hiszen nagyon kemény hajrásokkal kellett most versenyeznem. Vissza fogom nézni és meg fogom beszélni az edzőnyel, mik voltak azok a hibák, amiket elkövettem. De én azt gondolom, hogy a mai nap számomra ez volt a maximum, amit ki tudtam hozni magamból. És hát egy dolgot ne felejtjünk el, ezt a címet majd 2017-ben Budapesten lehet visszaszerezni, úgyhogy lehet azt mondani, hogy egy édes leher van most a válladon. Pont ezt mondtam egyébként korábban is, amikor kérdezték, hogy mennyire vagyok csalódott. Azt mondtam, hogy nem vagyok csalódott. Nagyon örülök annak, hogy más versenyzőkön is lesz most egy kis teher. Nagyon örülök annak, hogy Budapesten tudom esetleg majd visszaszerezni ezt a címet, amit már háromszor megnyertem, úgyhogy számomra ez nem is igazából csalódottságra adott okot, hanem inkább egy óriási nagy motiváció.